Adom majd a bilit, jó? Na, akkor sziasztok, sziasztok mindenkit! Szeretném most is egy kicsikét azzal kezdeni az elején, hogy átfutjuk az elmúlt alkalommal megbeszélt témaköröket, és utána nézzük csak meg az új anyagot. Az elmúlt alkalommal a keresésnek olyan témaköreit tekintettük át, amit nem biztos, hogy mindenki kapásból ismer. Mégpedig a speciális keresést néztük meg. Akkor megérkezett a Marika. Alexandra, ott vagyok a legvégén. Alexandra? Igen. Tehát a speciális keresést néztük meg, amit most pillanatnyilag úgy érünk el, hogy a Google kulcsszavas keresőjébe, a keresőmezőbe beírunk valamit, és elküldjük a keresést, akkor jelenik meg a jobb felső sarokban ez a fogaskerék. Azért mondom, hogy most pillanatnyilag, mert korábban ez akkor is elérhető volt, hogyha még nem indítottuk el a keresést. Ja, és még egy dolgot hozzátennék, hogy minden teljesen tökéletesen akkor igaz, hogyha az ember azt a operációs rendszert és azt a böngésző programot használja, amit én itt. Tehát Windows 7-es és Google Chrome esetén maradéktalanul pillanatnyilag maradéktalanul igazak ezek a dolgok, amiket elmondok, hogyha te nem Windows 7-es alatt dolgozol, akkor lehet, hogy máshogy viselkedik bizonyos szempontból az internet, például letöltés, akkor máshogy viselkedik, hanem a Google Chrome-mal dolgozol, hanem Explorer-rel vagy Firefox-szal, akkor helyi menük máshogy néznek ki, és a többi, és a többi. Szóval a speciális keresést majd ebből a fogaskerék szerűségből érjük el. Emlékeim szerint Lukács Sándort néztük meg az elmúlt alkalommal. No, akkor ugye most már elérhető a speciális keresés. És ezen a felületen az űrlap kitöltésével sok érdekességet adhatunk meg. Melyek közül szerintem a legfontosabbak a keresésből kizárás, tehát hogy mit nem keresek, ugye ezt is meg lehet adni, meg hat. Segítek, jó? De most már jól? Angol alapján. Tehát, hogy ne tartalmazza adott szavakat, akkor azt ide kell írni. Kereshetek az utolsó frissítésre, tehát hogy mennyire friss az a dolog. És én még nagyon fontosnak tartom azt, hogy webhelyen belül is kereshetünk. Ide a domain nevet kell begépelni, tehát azt, amit a böngésző címsorába egyébként beírnál, hogy www.ez-és-ez.itt-és-itt, ezt adod meg. És amit még én hangsúlyoztam, az az volt, hogy a találati listát majd lehetőség szerint úgy használjad, hogy ne az egér bal gombjával kattintsál, hanem az egér görgővel, mert akkor egy külön lapon fogod a találatot majd megnyitni. Ezeket itt szépen leírogattuk.
link megnyitását is. Aztán megbeszéltük a Google Chrome-nak azt a beállítását, hogy egyrészt mi legyen a kezdő oldal, másrészt, hogy ott legyen a nyitó oldalra ugrás. Tehát, hogy ez a kis ikon itt legyen. Ugye mindezeket a beállításoknál fogjuk találni, erre a kis ilyenre kell rákattintani, és ott a megfelelő paramétereket megadni, illetve kipipálni. Képek keresését is átnézegettük. A képkereséssel kapcsolatban annyit, nem most ez egy érdekes dolog, lehet, hogy valakinek életben, az életben sem kell soha képet keresni, másnak meg nagyon gyakran. Tehát aki mondjuk én szakmámat üzi, tanuljon őt, hogy nemzet napszámosának át, akkor biztos, hogy néha valamit szemléltetni kell a gyerekeknek, és hát az internetről mindenféle képeket megtalálunk. Itt csendben jegyzem meg, hogy néha elég meglepő dolgok jönnek be, tehát mit tudom, mikor én a technika tantárgy keretében a vízi erőművekről szerettem volna szemléltető képet berakni, Kulconak megadtam vízi erőmű, és hát hogy nem egy nudista strand jelent meg a Tisza parton. Gyerekek roppantul élvezték a szituációt, tehát azóta annyira résen vagyok, hogy tehát lehet fagyasztani a képet, tehát hogy ne cserélje. Tehát most itt leállítom, én ott dolgozok, és akkor oké, akkor újra. De hát ez egy őrület volt, akkor a rövegés volt. Akkor gondolhatjátok. Pláne legidétben egy korban ilyen 14 éves, 13-14 éves gyerekeknek ilyen megjelent, hogy hát egy hétig erről beszélszek, gondolom a szétszentség. De komolyra fordítva, szóval tényleg nagyon hasznos a képkeresés. Na most amit el szokta rontani, az az, hogy a találati listát rögtön a találati listában lévő képet szokták lementeni, vagy a vágólapra azt másolják és azt rakják be. Ez azért nem jó, mert az csak egy index kép, és az az esetek többségében pici. És akkor elkezdi nagyítani, és akkor meg pixeles lesz. Nem, ugye megbeszéltük, hogy meg kellene nyitni a képet. Jó, sőt, én még azt is szoktam tanácsolni, hogy a kép megjelenítését is válasszuk, amikor csak magát a képet jeleníti meg, mert amikor még ott a mutatom inkább, jó, tehát hogyha most itt átmegyek a képekhez. Amit most nem egészen értek, hogy most éppen miért megint egy ilyen fekete csíkba van, mert eddig nem ilyen volt, ugye múlt héten még nem ilyen volt, sőt, tovább megyek, fél órával ezelőtt ott fönt sem így nézett ki a Google oldala, mindegy, hát hogy azon ebben vagyok jelentkezve. Tehát ha a képeket keresem, akkor még az sem biztos, hogy azzal nyertem, hogy ezt itt megnyitom, mert hogyha ez egy nagyobb méretű kép, folyamatosan tölti le, és akkor még egy kicsikét pixeles, és hogyha valaki akkor vágólapra másolja, akkor olyan pixelesen fogja majd beilleszteni. Úgy tökéletes a dolog, hogy még a kép megtekintését is kiválasztod, és mikor itt már teljesen jó a kép, akkor jobb klik, és vagy a képet mentem, vagy a képet másolod. A kép másolása az ugye annyit jelent, mint hogyha Ctrl-C-vel a vágólapra raktuk volna, és akkor ott gyönyörűen beilleszteted. Néha azonban jobb a képet lementeni, már is mondom, hogy mikor. Tehát tanár az illető, vagy nem tanár, mindegy, de prezentációt szeretnek készíteni PowerPoint-ban. És a PowerPoint-ban vannak ilyen úgynevezett helyőrzők, amik a segítségével képeket úgy tudsz beszúrni, hogy neked a képnek a helyét és méretét nem kell
megadnod, mert automatikusan optimális méretű lesz, és optimális helyre fogja rakni. De ezt csak akkor tudod megcsinálni, hogyha a kép fájlban van meg. Hogyha vágólapon keresztül csinálod, akkor ez így nem fog működni. Tehát szumma szummárum az esetek nagyobb részében, hogyha te prezentációnak fogod majd felhasználni, akkor célszerűbb a képmentését választani, és nem a kép másolását. A kép URL-jének a másolása, múltkor egy pillanatig került csak szóba a kép URL-jének a másolása. Ugye a kép URL-je az a web címe gyakorlatilag. Arra esetleg akkor lehet szükséged, hogyha valakinek e-mailbe akarsz küldeni valami olyasmit, hogy ezt és ezt találtam, nézd meg. De nem akarod csatolva elküldeni, mert marha nagy lenne az a kép, hanem csak egyszerűen a linket küldöd el. Oda beilleszted, megkapja a levelet, rákattint, rögtön megnyílik a böngésző, és rögtön megjelenik benne az a kép. Jó? Tehát ezt erre lehet használni, ezt a kép URL-jének másolását. Oké? Ez így érthető, hogy mire jó? Tehát, hogy én ezt választom, és ezt, hát most egy Word-be szúrom be, persze te nem Word-be fogod beszúrni, hanem e-mailbe fogom majd elküldeni. Itt közben sikerült nekem úgy átalakítani a saját Word-ömet, hogy rögtön céges fejléces papírral indul. A sablont, a normál sablont állítottam át, ezt haladó tanfolyamon szoktam tanítani, mindegy, most az a lényeg. És az a lényeg, hogy akkor, hogyha én ezt ide beillesztem, akkor ez itt egy link, amire ha rákattint, ez e-mailben sima kattintás, hogyha Word-ben lenne véletlenül kedved elküldeni, akkor kontroll és kattintás, akkor rögtön megnyitja ezt, ugye most elindult egy másik böngésző és hozta azt a képet. Oké? Tehát ezt erre lehet használni, ezt a URL dolgot. Szerintem most lesz majd az ideje, amikor végre rá fogok érni, és ugye itt ebben a térfélben a Windows 7-es alatt néha a rakonc, ez így nem igaz, szóval az esetek nagyobb részében egyes gépeken rakoncátlankodik az internet elérés. És akkor most pillanatnyilag azt mondani, hogy indítsd újra a XP-ben, aztán akkor nagyjából minden rendben lesz. Jó, tehát a képek letöltésével kapcsolatban egyrészt ennyi, másrészt különböző paramétereket beállíthatunk, tehát hogy mekkora legyen az a kép, milyen színű legyen a kép, stb. Stb. Menjünk is tovább. Aztán elkezdtünk a Gmail-lel foglalkozni, de a Gmail-lel hát csak olyan aspektusból, hogy nem tekintettük át a Gmail-nek az összes, a jelenlévők nagyobb része által ismert szolgáltatásait, inkább azokat a részeket néztük meg, amivel kapcsolatban szent meggyőződésem, hogy a nagy többség egyáltalán nem ismerte, a kisebbség esetleg hallott róla, de valószínűbb, hogy szinte senki nem használta. Mi most két dologról, nem, három dologról is, lehet, hogy többről is szó volt. Kezdtük azzal, hogy itt a jobb alsó sarokban, ha részletekre kattintunk, akkor meg tudjuk azt nézni, hogy bejelentkezve maradt esetleg a fiókunkba valahol egy számítógép, mert elfelejtettünk jelentkezni, illetve azt is le tudjuk ellenőrizni, hogy nem használja-e véletlenül valaki a mi Gmail-es fiókunkat. Nem élnek-e vissza a felhasználó nevünkkel és jelszavunkkal. Jó? Aztán bal oldalon alul a felhasznált tárhelyet fogjuk látni.
Ezzel kapcsolatban annyit, hogy a tárhelyet nem igazán jellemzően a Gmail fogja, tehát a levelező fiókot fogja majd elhasználni, hanem a Google Drive, amiről múltkor éppen, hogy csak érintőlegesen szó esett, és ezt ma fogjuk majd megbeszélni, a legszuperebb szolgáltatások egyike. Szerintem fogok tudni olyan érdekességet mutatni, ami sokaknak a munkáját óriási mértékben meg fogja majd könnyíteni. Azokról van szó, és vagyunk így néhányan, akik munkahelyről kénytelenek hazavinni néha a munkájukat, és otthon is folytatni kell a munkájukat. Na, nekik lesz majd egy ajánlatom, hogy ezt hogy tudják úgy megoldani, hogy igazándiból nem is kell vinni, mégis otthon van, meg amit otthon csinál, az meg lesz a munkahelyen is, meg amit a munkahelyen csinál, az meg lesz otthon is, tehát szinkronban lesz mindegyik gép egymással. Tudnék, ez szokott a legnagyobb gond lenni, hogy most akkor hol van a legfrissebb adat, és akkor belekeveredik, mint Józsi a Hosentrogerbe, mondta egy régi kedves tanárom. Jó, erre egy rettenetes, frappáns, nagyon egyszerű, szuper megoldás létezik. A pendrive-ot el lehet felejteni a továbbiakban. Na és itt majd a felhasznált tárhelynél a Google Drive, de a Google Drive által használt tárhelyet fogjuk nagyobb részt látni, tudjuk, hogy a Gmail-el te nem használsz igazán sok tárhelyet. Hozzátenném, hogy szerintem erről is szóltam pár mellékmondatban, hogy a Google-nak egy csomó egyéb szolgáltatása is van. Monika kedvéért majd mutatnék egy olyat is, ami szerintem sokak által ismert, de nem biztos, hogy mindenki által, és szerintem az is nagyon szuper dolog. Gondolok itt a Google Maps-re, meg a G Plus-ra, ami egy olyan közösségi háló, mint amilyen a Facebook, csak az az igazság, hogy ezt a Google Plus-t ezt alig használják, szemben a Facebook 100 millió felhasználójával, ennek nagyon kevés felhasználója van, azok is nagyrészt amerikaiak, és azok is nagyrészt pasi. Ha valaki akar ismerkedni, akkor oda, amerikai pasikkal akar ismerkedni, akkor oda regisztrálni. És ez egy tárhelyet használ, tehát a Google Plus, meg a Google Drive, meg a Gmail egy tárhelyet használ, és ugye ebből áll 15 GB rendelkezés, és azt mutatja, hogy összesen mennyit használtunk el. Megnéztük a beállítások között azt, hogy tudom megadni az aláírásomat, meg az automatikus választ, ez hasznos, van akinek nagyon, más sajnos. Hát nem sajnos, lehet, hogy örülhetnek, hogy nem kell ilyet, mert amelyik cégnek még ezt is kell, az már borzasztó. Illetve, ami szerintem sokkal fontosabb, és ezt mindenki tudja használni, és ezzel fejeztük be, és ez volt a talán mindenki által használható legjobb rész az elmúlt alkalommal, egyrészt a címkék, másrészt meg a szűrés. Ugye a címkék segítségével a leveleinket tovább osztályozhatjuk, hogy könnyebben eligazodjunk közöttük, és ezt megtehetjük mi manuálisan, illetve megtehetjük automatikusan. Hogy hogyan, azt most ne nézzük át az egészet, mert nem olyan egyszerű azért a dolog, de nem is annyira bonyolult, hogy nem érdemes nekiállni, mert ha valaki tényleg nekiáll, csinálja, biztos, hogy hát szerintem elsőre is sikerülni fog, mert nem annyira nehezen végrehajtható, csak több lépésből áll. De leírtuk az elmúlt alkalommal, úgyhogy biztos fog menni. Na, hát az elmúlt alkalommal szerintem idáig jutottunk. Így van. És akkor ma a Google Drive-val fogunk foglalkozni. Ha
hadd ne indítsam ezt a prezentációt, amit a múltkor használtam, mert elég kevés dia van a Google Drive-val kapcsolatosan, inkább én mutatnám a dolgokat, meg mondanám el a lényeget. Szóval a Google Drive az a úgynevezett felhő alapú adattároláson alapul. Ez ma a nagy sztár. Direkt nem azt mondtam, hogy divat, mert a divat az most itt abszolút nem azt jelenti, hogy csak divat, hanem tényleg egy nagyon hasznos dolog. Lehet, hogy úgy hallasz majd róla, hogy cloud alapú számítógép használat, ami szó szerint magyarul felhő alapú használatot jelent. A dolognak a lényege az, hogy te az adatokat, sőt, néha a programokat is úgy használod, hogy a számítógépedre nincs telepítve semmi. Nem ott tárolod az adatokat, a programokat úgy éred el, hogy elindítod a böngészőt, elmész a felhasználói fiókodba, a Google Drive-ba, vagy a Office 365-be, vagy vannak egyéb ilyen felhő alapú alkalmazások is, és az interneten keresztül kerül letöltésre aktuálisan online az az alkalmazás, amit használni akarsz. Tehát a lényeg az, hogy az adatok az interneten kerülnek letárolásra, illetve a programok is a netről töltődnek. Minden alkalommal le, amikor mi elindítjuk őket. Mi az előnye ennek? Hát több előnye is van, az persze van hátrány is. Az egyik előny az az, hogy az adatok mentésével, archiválásával nekünk nem kell foglalkozni, ezt megoldják helyettünk. Ha mi a Google Drive-ot használjuk, akkor a Google idézőjelben felelőssége az, hogy az a, nem idézőjelben, idézőjel nélkül, az ő felelősségük az, hogy az adataink meglegyenek sértetlenül, mindig elérjük őket. Nem kell nekünk rendszerbackupokat, tehát biztonsági mentéseket csinálni a Winchesterünkről. Gondoljál csak arra, hogyha a te otthoni gépedet véletlenül, kimondani is szörnyű, egy lakástűz tönkretenné, vagy betörnének hozzátok és elvinnék a számítógépet, az azért lenne borzasztó, mert hát vinnék az adatokat is, és hát lehet, hogy a család összes fotója ott volt a számítógépen, hogyha nem volt róla a biztonsági mentés, akkor ugye az egy elég érzékeny veszteség, nem véletlen szokott olyan lenni, mondjuk ezt inkább autófeltöréseknél szokták elkövetni, hogy itt fölkínálnak 1 millió forint jutalmat, ha visszajuttatják a számítógépet az illetőhöz. Ugye, mert a biztosító ezt nem fizeti, az legfeljebb a
a fogyászkárt fizeti, tehát hogy kap érte 50 ezer forintot, de ami rajtót adat, az ugye neki sokkal fontosabb. Na, ha te csinálsz ilyen, majd mindjárt megmutatom, megbeszéljük, hogy hogy lehet ilyesmit csinálni, akkor ezzel neked a továbbiakban nem kell vesződni, mert ez tök automatikus lesz. Tehát lesz biztonsági mentésed a számítógépedről a felhőbe. Aztán a másik előny az pedig az lenne a programok szempontjából, hogy amikor az ember valamilyen előre megírt és a gépére telepített programot használ, hát az esetek többségében mindenféle ügyviteli programnál az szokott előfordulni, hogy frissíteni kell különböző okokból, jogszabályi változások miatt, adószabályok változása miatt, tehát nekem volt szerencsém, idézőjelben, hát nem tudom, mondjuk utólag visszagondolva nem is volt olyan nagyon rossz az, egy elég nagy cégnek a személyzet és bérosztályán dolgozni, 5500 fős cég volt, ott én voltam az egyszemélyi felelőse informatikai oldalról annak, hogy hónap, következő hónap elején kapjanak fizetést a dolgozók. Tündi most a változatosság kedvéért. Ja, igen. Milyen tökül lassan minden helyen ültél meg. Hát igen. Volt elnézést. És hát ugye akkor még a bérrel kapcsolatos szabályok azok még csak év elején változtak, most már év közben is esetleg visszamenőleg is változnak a jogszabályok. És akkor állandóan meg kellett változtatni a programokat, és ugye ez annyit jelentett, hogy a programot az ember átírta, és az összes gépre, amin használták, nekem újra kellett telepíteni a programot. Egy ilyen felhő alapú alkalmazásnál mindig aktuálisan az internetről kerül letöltésre, központilag megváltoztatják a programot, és mindig mindenhol a legújabb verzió van. Szerintem ilyet használtok ti, gondolom, nem? Meg ti is talán. Na most tippeltem egyet. Vagy mondjuk mondok akkor konkrét példát. Az elektronikus napló, ami a közoktatásban, hát reméljük most már hamarosan tényleg elterjed, bár azzal kapcsolatban is vannak érdekessége, más lapra tartozik. Mondjuk például, amit egyik iskolában, ahol korábban dolgoztam, használtak, a Taninform, ami most éppen írmagja sem maradt, törölték, futottak még kategóriába került. Ez egy ilyen felhő alapú alkalmazás volt, és másik, ha belegondoltok, nem is lehetett volna azt megoldani, hogy van mit én 1500 felhasználója, 1500 telephelye, 1500 iskola, ahol ezt használják, ott mindegyik iskolában, mit én 10-20-30-40 számítógépen, ez 10-20-30-40 ezer számítógépen történő újra telepítést jelentene, hogyha valamilyen változás van a programban. Akkor ilyet használtok, mondtam, szerintem ilyet használtok, ugye? Tehát, mert nem kell kimenni, nem kell újra telepíteni, elindítod, aztán ott van a legújabb verzió a gépen. Tehát ez is egy ilyen előnye a dolognak. Úgyhogy tényleg sok területen ez a jövő, ez a felhő alapú számítástechnika, és hogy mennyire ez azzal kapcsolatban, ugye a Microsoft, amelyik a Windows operációs rendszert fejlesztette, ugye ezt használjuk a gépeinken, illetve hát a Office program csomagot is ő fejlesztette, ezt használjátok ti is, is ráérzett ennek az ízére, és hát ugye a Google piacra dobta a saját felhő alapú alkalmazását, a Google Docs-ot, majd mindjárt megnézzük, a Microsoft is piacra dobta a saját Office alkalmazását, ilyen felhő alapú alkalmazását, ez a Office 365 névre hallgató programcsomag.
egy nagy különbség van, az Office 365 az keményen fizetős, a Google Docs az meg ingyenes. Na, hát ennyi felvezetésként, és akkor lássuk a konkrétumokat. Hogy lesz neked Google Drive? Jelentem már van. Tudjuk azzal, hogy te regisztráltál magadnak egy Gmail-es fiókot, regisztráltad magadat a Google Drive-ra is. Tehát hogy kell használni? Regisztrálás, ugye az összes szolgáltatása a Google-nak egyetlen regisztrációval elérhető. Tehát az összes Google szolgáltatáshoz csak egy regisztráció szükséges. Szerintem ezen túl van már mindenki. El fogod érni tehát a Google Drive-ot, el fogod érni a YouTube-ot, el fogod érni a bloggert, a mit tudom, miket, egy csomó dolgot. És utána bejelentkezés, hova? A Gmail-be? Hát akár oda. A Google Docs-ba, akár oda, tök mindegy, mert bármelyikbe belépsz, átlépsz a másikba, abba is bejelentkezve fogod magadat találni. Tehát... ugye én most, mint PC-suli felhasználó vagyok bejelentkezve, ha minden igaz. Nem, most a Laci Nógrádi felhasználóként vagyok bejelentkezve. Ha én most elmegyek ide a Gmailhez, akkor a Laci Nógrádi leveleit látom, hogyha elmegyek a Google Drive-hoz, akkor a Google Drive-on az én saját feltöltött adataimat látom, hogyha elmegyek a Google Bloggerhez, adja meg újra, ugye, mert mit tudom, miért ezt jobban félti. Tehát egy felhasználó név jelszóval férek hozzá az összeshez. Teljesen mindegy, hogy melyikbe lépsz be, melyikbe jelentkezel be, mindegyikbe bejelentkezhetsz, a másikba már nem kell bejelentkezni, hát itt most a Murphy megint bizonyította, hogy ő tudott valamit, ugye mondtam, hogy nem kell már még egyszer jelszót meg, hát itt kellett, de hát ez egy kivétel volt. Tehát bejelentkezés bármelyikbe. És utána, feltéve, hogy a böngésződ úgy jeleníti meg a Google alkalmazásokat, mint ahogy az enyém, hogy egy ilyen mátrix-szerűség, egy ilyen saktábla-szerűség van, erre rá kell kattintani, és akkor ezen belül a Google Drive-ot kell választani. Oké? Okay? Így tudunk elmenni a Google Drive-ra. Tehát bejelentkezés, és akkor a jobb felső sarok környékén hat a, minek hívjuk, saktáblának? Kinek van jobb ötlete? Tudjátok, melyikről beszélek? Igen. Erről.
hívjuk saktáblának, jó? Jó, tehát katta saktáblaszerűségre, és akkor azon belül a driver. Na most azt szeretném kérni mindenkitől, hogy legyen olyan kedves a saját Gmail-es fiókjában lépjen be, és menjen át ide a Google Drive-ra. Ha nincs véletlenül neki saját Gmail-es fiókja, akkor használja a PC-suli fiókját, ami úgy lesz majd elérhető, ugye, hogy így vannak a gépeim. Hát ezt nem kell lerajzolni feltétlenül, csak most, hogy eligazodják. Tehát Csilla, Ági, stb. Gyöngyi, és itt többi. Jó, tehát 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, stb. Stb. De ezt hova írod? A felhasználó névhez, majd úgy, hogy PC Suli, és ez. Tehát mondjuk például Csillát írom 001. Jó? Ez a felhasználó név, username. A jelszó, az pedig mindenkinek, az már mindenkinek PC Suli 1, 2, 3, 4. Oké? A jelszó az mindenkinek ugyanez. Na most a Monika PC Suli 0, 10. Jó, tehát ott már nem 0, 0, 10 van, hanem 0, 10. És onnét kezdve már csak 1, 0. Marikának PC Suli 0, 11. Tündének 0, 11. Ha van sajátod, akkor használd a saját. Jó, oké? Okay? Így oké, okay, mindenkinek? Jó. Jó, sikerül akkor? Hol segítsek? Mindenkinek sikerült belépni? Azt még nem, azt nem közösük azt a... Tehát ami ott bal oldalon van, hogy letöltjük a drive-ot, amit használják, azt még nem. Mindegy, akkor ez itt fajn, most menjél vissza, aztán kész. Tehát valahol itt volt egy ilyen... És akkor itt kapcsolta, hogy itt lehet. Tehát ezt a használjuk. Ja, egy fontos dolog. Hölgyek, urak, figyeljetek! Internet Explorert felejtsd el! Egy csomó dolgot nem támogat. Jó? Tehát a Google Chrome-ot használ. Jó? Köszönöm.
saját, nincs saját, ugye? Olyan, akkor nem. Jó, és akkor most azt lenyitod, és kiválasztod a drive-ot, jó? Na most, ha adott gépen, te először használd, ne kattints még soha, mert puskázok a te gépedről. Ha adott helyen, először, adott gépen, először nem az adott gép. Tehát a, azzal a felhasználó névvel még nem mentél át a Google Drive-ra, akkor lehet, hogy kapsz egy olyan üzenetet, hogy töltsed le a Google Drive-ot, de most ne töltsük le, mondjuk azt, hogy most nem, majd később, ez a not now, maybe later, jó? Az alsó. Oké, és akkor te is valami hasonlót látsz, azzal a különbséggel, hogy neked is nincs semmi. Ugye, mert egy üres, hát nem biztos. Ha a sajátod, akkor valószínűleg üres, ha a PC-sul is, akkor a Jóisten tudja, hogy van-e rajta. Vagy a sajátod, vagy a PC-sul is. Nem Gmail.hu. Jó? No, akkor ide érkeztünk, jó? Tehát a Google Drive képernyőjét kellene először egy kicsikét megbeszélni. Képernyő akar lenni. Kép, inkább újraírom. És ott újra is hozom, mert van a déna lehet. Ugye két részre van most is osztva a képernyőd. A bal oldalon különböző kategóriák vannak, és a jobb oldalon látod adott kategóriában található fájlokat és mappákat. Hát kéne menned a Google Drive-ra. Tehát ezt lenyitod, és itt van a Drive. Jó? Na most először erről beszélnék erről a Drive telepítése a számítógépre. Tudnék, ezt a Drive-ot, ezt a Google Drive-ot használhatod csak úgy, ahogy eddig beszéltem róla. Tehát felhő alapú tároló helyként, hogy oda fölrakod a dolgaidat, és kész. Illetve használhatod úgy is, hogy a számítógéped tartalmát, kijelölt helyen lévő tartalmát és a felhőben lévő tartalmat szinkronizálod egymással. Most ha ez utóbbit akarod, akkor majd telepíteni kell egy ilyen kiegészítő alkalmazást is, ez a Drive telepítés a számítógépre. Ez tehát csak akkor szükséges, hogyha te a saját gépedet és a felhőben a rendelkezésedre álló tárhelyet szinkronizálni akarod. Mindjárt ezt részleteiben is el fogom mesélni, mert ez így nem érthető, az hétszentség. De majd a részleteket kifejtve egészen biztos világos lesz. De erről később. Először csak azt nézzük meg, hogy mezei tárolóként hogy tudod használni. Képzeld egyelőre úgy, mintha
egy pendrive-ról lenne szó, csak ez az interneten van. Tehát ez egy tárolóhely csak pillanatnyilag. Jó, és akkor most ezt fogjuk megbeszélni. Most mit szoktál te csinálni? A pendrive-ra ki szoktál másolni, illetve a pendrive-ról be szoktál másolni. Pendrive-ra azért másolsz ki, mert el akarod vinni valahova, és mikor odaértél valahova, akkor megbemásolod a pendrive-ról. Ugye, mert maradjunk annyiban, hogy a pendrive-on nem dolgozunk. Jó? Tehát arról nem nyitunk meg semmit, úgyhogy dolgozok benne, aztán pendrive-ra visszamentem, ez nem illene. Szoktunk ilyet csinálni, de nem illene. Tehát itt a kategóriák, itt pedig adott kategória elemei. Ezek lehetnek fájlok, illetve mappák. Nézzük a kategóriákat. Kategória az lehet olyan, hogy a saját dolgaim, úgy hívja ezt, hogy saját meghajtó. Na, ez felel meg gyakorlatilag a idézőjelben a pendrive-nak. Aztán lehet olyan, hogy velem megosztottak. Ez egy olyan pendrive, ami nem a tiéd, de odaadták neked, hogy használhatod idézőjelben. A többi, az viszont már ismerős, ugye a csillagozott elemek, ez olyan, mint a Gmailben volt a csillagozás, azért csillagozunk csak, hogy megtaláljuk pillanatok alatt. Igazándiból az bárhol lehet, csak ott is megjelenik. Jó, legutóbbiak, hát nevében bent van, kuka, világos. Jó? És akkor lássuk az első dolgot, hogy tudok én a felhő alapú tároló helyre valamit lementeni, illetve hát itt felmenteni. Feltöltés a Google Drive-ra. Nagyon egyszerű a dolog. Annyit kell csak csinálni, hogy rákattintasz erre a valamire, ami most pillanatnyilag így néz ki. Lehet, hogy holnap után már nem így néz ki az ikonja, ugye, mert ez egy felhő alapú alkalmazás, gondolnak egyet, így csinálnak, aztán nem így néz ki. És mindenkinek máshogy néz ki abban a pillanatban, ugye? Tehát erre rá kell kattintani, akkor most megkérdezi, hogy te mit szeretnél, mappát vagy fájlt. Maradjunk a fájloknál. Rákattintasz arra a helyre, ahonnét te fel akarsz tölteni, utána arra a fájlra, amit fel akarsz tölteni, azért tegyük fel, hogy szós bulit. Szerintem a szilveszter, lehet, hogy ott volt egy elpaszó szilveszter. Jó, tehát kiválasztjuk, megnyitás, és megkérdezi, hogy amit te föltöltesz, az kerüljön-e konvertálásra a Google-nak a saját fájl formátumába.
Hát ezt majd döntsd el. Nem nagyon javaslom. Jó? Tehát alapértelmezés. Nek beállítani azt, hogy konvertálj, és ezt ne is kérdezze meg, hanem na, ez nagy hülyeség, ezt semmit ne, képpen ne csinálja, de én nem is javaslom, hogy konvertáljuk a saját fájl formátumba, és hogyha azt mondod, hogy feltöltés megkezdése, akkor szépen elkezdi feltölteni, ugyanúgy, mint amikor egy mellékletet csatolsz, gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, és amikor feltöltötte, akkor hopp, megjelenik itt, ugye ez a P10-337 volt, ugye ha megkeressük, itt van a P10-337, éppen valami mit tudom, tánctanítás zajlik. Jó, és ugye ebben az a jó, hogyha te ezt így felrakod, hogy bármilyen számítógéphez lejössz, bejelentkezel a fiókodba, elmészed a Google Drive-ba, és abban a pillanatban meg tudod nyitni, meg tudod bárhol mutatni. Jó? Tehát mostantól kezdve az, hogy nincs nálad pendrive, na és akkor mi van? Nincs semmi. Internet legyen, felrakod Google Drive-ra, kész. Tiért. És mennyire biztonságos? Atombiztos. Már úgy, hogy más nem fér hozzá olyan hát, értelemben. Olyan biztonságos, mint amennyire a Gmail-es fiókod. Uh-huh. Tehát, hogyha te nem adod ki a felhasználói jelszó páros, akkor az föl nem törik. Uh-huh. Ha ez a kérdés. Igen, tehát nagyon komoly védelme van a Gmail-es fióknak. Természetesen keyloggerrel, tehát a billentyűlejtés naplózó fájllal esetleg ki tudja valamilyen rosszindulatú ember deríteni a te jelszavadat, de hát ne legyen üldözési mánián. Mm-hmm. Vagy lehet, de hát. Oké? Okay. Tehát ennyi egy adatnak a feltöltése a Google Drive-ra. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon egyszerű. Most további lehetőség is van, így a Google Drive-val kapcsolatosan. Tudnilik, nem csak te használhatod az így feltöltött fájlokat, hanem azt meg is oszthatod mással. De fejezzük be a jegyzettel is, bár nagyon sok mindent nem kell ehhez hozzáírni, mert szerintem a többi, hogyha egyszer megmutatták az embernek, az világos, ugye fáj kiválasztása aztán kész. Illetve hát ugye itt még megadhatod, hogy konvertálja vagy ne. Te itt több fájlt is kijelölhetsz. És hát akkor akár az összes. Egyszerre. Hát ott csikok fognak végigfutni, mint amikor több mellék. 15 gigabájt áll rendelkezésedre. Amíg föltölti, az eltart egy darabig, ugye a te sávszélességettől függően, de 15 gigabájt azért az eléggé jelentős. És ugye ezt a múltkor megbeszéltük, hogy itt a kezelésre, ha rákattintasz, ugye én most 1,46 gigabájtot használok ki a 15 gigabájtból, de $2 100 gigabájtod lehet. Most 100 gigabájt az már aztán, tehát az már olyan tárolóhely, hogy ha csak nem videófilmeket akarsz tárolni ott, akkor a 100 gigabájtot bütös életben nem tölteszte meg. 15-öt se, tehát az is félelmetes mennyiség. Tehát hagyományos adatfájlként az félelmetes mennyiség. Képként
ha mit szóljon egy ilyen grafikai tervező irodád van, és ott tárolod a dolgaidat, akkor lehet, hogy az úgy megtelik, de a 100 GB arra is elég szerintem. Jó? És tényleg teljesen biztonságos, tehát abszolút biztonságos. Na most a további lehetőség az, hogy meg is lehet osztani. Jó? Tehát megosztás. Most azt a részét nézzük, hogy te osztod meg valakivel, aztán utána rögtön rátérünk arra, hogy veled megosztottak valamit, ami fönt van a Google Drive-on. Hogy osztod te meg valakivel? Jobb klik. Tehát amit most föltöltöttél, arra az egér jobb gombjával légy szíves kattintsál rá, és a lehetőségek közül válasszad a megosztást. Jó? Tehát ezt, hogy megosztás. És újra a megosztást, és akkor bejön egy ilyen párbeszéd ablak, mint ami most kivetítve van. Tehát a megosztandó helyi menüje. Megosztás. Kapott ablakban, alulra ide be kell írni annak a Gmail-es mail címét, akivel te meg akarod osztani. Ez most a szomszédod legyen, jó, ha kérhetem. Még egyszer megosztás. Tehát kétszer van a megosztás. A bal gombban. Akkor? És akkor bejön. Jó? Jó, tehát kaptunk egy párbeszéd ablakot, és akkor ide jönnek alulra. Gmail-es mail címek, szépen elkezded őket felsorolni, és ez be fog neki, ez a fájl, be fog kerülni neki a saját Google Drive-jába. Most igazság szerint nem fog átkerülni a fájl, hanem virtuálisan kerül át valójába, marad nálad, csak ő is hozzá fog férni. És még azt is eldöntheted, többet is megadhatsz majd, szóközzel, vesszővel, pontos vesszővel, nem tudom mivel, szeparálva. Tehát több emberrel is megoszthatod. És azt is eldöntheted, hogy az illető az kapjon-e mailt arról, hogy vele megosztottad a fájlt. Alapértelmezésben kap. Ha ezt a pipát leveszed, akkor nem kap. Jó, és mikor beírtál ide mindenkit, akivel meg akarod osztani, most azt szeretném kérni, hogy egymással, a szomszédok egymással osszák meg, ahol hárman vannak, valahogy beszéljetek össze, hogy mindenki kapjon megosztottat is, meg osszon is meg, jó? Agérvére, nem? Nem,
raktam vissza. Bocsi. És akkor most nagyon jó lesz. Én is megosztok valakivel. 003-mal, jó? PC, Suli, 003, kukac@gmail.com. Meg még valakivel. PC Suli is vagy? 001, jó. PC Suli 001 kukac@gmail.com. Jó, és azt is kértem, hogy kapjatok értesítést e-mailben. És akkor megnyomom a küldést. Ja, bocs. Mindegy, semmi baj. Mert most úgy küldted el, hogy ő szerkesztheti is. Oké? Okay? Tudnék, lehet olyan, hogy csak véleményezheti. Három opció van emlékeim szerint. Tehát megjegyzést írhat hozzá, megtekintheti, vagy szerkesztheti. Füleket rajzol. Jó? Na most nem ilyen dokumentumnál van ennek jelentősége, hanem majd egy valódi Google Docs-ban készült levélnek. És akkor úgy szerkesztheti, hogy ő is szerkeszti meg, te is esetleg ugyanazt a dokumentumot egyszerre ketten írjátok. Te Győrben, ő meg Szolnokon, vagy bárhol, New Yorkban, vagy ahol tetszik. Oké? Okay? És akkor nem lesz az, hogy küldözgetitek egymásnak a mail csatolmányként a fájlt, és akkor hol van az utolsó állapot Jézusom, mit javítottál, meg mit te? Egyszer, sőt, mondom, akár egyszerre is lehet szerkeszteni. Oké? Okay? Azt látja, hogy két percet beleírtam. Nem. Azt látod, hogy ő most ír. Annyira egy időben. Félelmetes, nem? Jó? Megfoghatatlan. Mindjárt kipróbáljuk. Jó? Na, tehát most úgy küldtem, hogy szerkesztheti. Ez az alap. Akkor elküldöm. És még egyszer meg kell nyomni a kéz gombot, mert ugye most még továbbiakat adhattam volna hozzá, ezeket kivehetem, dönthetek úgy, hogy akkor mégse szerkesztheti, csak megtekintheti, hozzáírhat megjegyzést, vagy mit tudom én, és akkor mikor megnyomod a készet, akkor küldöd el. Jó? És akkor, ha van igazság, ti ketten fogjátok azt megtalálni a velem megosztottakba, ha átmentek, amit én veletek megosztottam, meg amit esetleg a szomszéd megosztott még veletek. Alul kész, és akkor most itt a velem megosztottaknak ad. Jó? Na, akkor írjuk le a megosztást. Tehát beírtad a Gmail címeket. Itt van. Kösz. Ezt keresem állandóan. Mindig lerakom valahova. És lakadnak. Ezt keresem állandóan. Jó, tehát címeket megadod. Jézus, mielőtt a kész nyomtam volna, mi volt? Küldés? Jó, küldés. Majd kész. De az ugyanott jelenik meg, jó? A kész az már ugyanott jelenik meg. És hova kerül? Annak az illetőnek a Google Drive-jában a velem megosztottak kategóriába.
hogy mert itt fölírtuk az előbb, hogy itt bal oldalt vannak a kategóriák, a saját, az a te dolgod, amit föltöltöttél, úgy, ahogy az előbb megbeszéltük. És a velem megosztott, az meg valaki más töltötte föl, de veled megosztotta. Oké? Ezt lehet arra is használni, hogy valami nagy fájlt szeretnél valakinek csatolmányként elküldeni. Csak éppen e-mailként visszapattanik, hogy nem fér bele a fiókjába. Biztos jártatok már így, hogy valakinek szerettél volna küldeni valamit, és nem kapta meg, nem kapta meg, nem értetted, és az volt a ok, hogy nem fér be a fiókjába. Ez különösen akkor szokott így probléma lenni, hogyha nem Gmail-es mailcímre küldesz, hanem céges mailcímre, mert a céges webszerverek azok úgy vannak beállítva, hogy egy mega az, ami bemegy, ami annál nagyobb csatolmány miatt, puff, vissza a feladónak, hogy túl nagy. És sokszor, aki küldte, az észre se veszi, mert egy ékes angol nyelven íródott fájt fog kapni a szervertől, hogy ezt nem továbbítottuk, mert túl nagy, meghaladja a beállított kvótát. Biztos járt. Van, aki már járt így. Oké? Ilyenkor semmi baj, sőt, eleve már ilyen marha nagy vazi méretű fájlokat ne csatolmányként küldjünk, hanem szépen osszuk meg. Most én úgy tudom, hogy itt megadhatsz nem Gmail-es címet is, abban az esetben, aki nem Gmail-es, ugye annak nincs Google Drive-ja, az egy levelet kap, és a levélben lesz egy link, a linkre kattintva meg tudja nyitni a fájlt. Tehát valahogy olyan módon működik egy kicsikét, mint a mamut mail, nem tudom ki ismeri. Tehát onnét majd le tudja töltögetni a fájlt, nyilván akkor ugye azért párhuzamosan dolgozni nem tudtok, meg mit, tehát amiket az előbb mondtam, az nem fog élni, de el tudtad hozzájutatni. Ebben az esetben is. Jó, tehát így tudunk megosztani. Na most, amit velünk megosztottak. Azok ugye ott bal oldalt, a kategóriáknál a velem megosztottakban lesznek. Lesznek a velem megosztottak kategóriában. És hát ugye itt két dolgot tehetsz. Attól függően, hogy az milyen fájl, ha nem a Google-nak a saját fájl formátuma, akkor meg tudod nézni, illetve le tudod tölteni a te gépedre. Az a Google-nak a saját fájlformátuma, akkor tudjátok azt csinálni, hogy egyszerre dolgozol rajta te is, meg ő is. Te itt Győrben, ő meg New Yorkba, vagy Kuala Lumpurba, vagy Rawalpindibe, vagy mit tudom, milyen hülyeséget mondja. Oké? Tehát ez, hogy konvertálod, ez csak akkor szükséges, hogyha tényleg tök egyszerre akartok dolgozni. Ez azért elég ritka. De lehet, majd nézzünk fel példát. Ha csak meg akarod tekinteni, akkor egyszerűen rákattintasz a fájra, és akkor betölti.
Most ezeket így szépen nézte végig. Jó, tehát ezt nézte az ember. Tehát amikor itt lapoztam, akkor nem ebben a PowerPoint prezentációban léptem tovább, hanem az első diáját láttam ennek, utána megnéztük ennek a prezentációnak az első diáját, oké? Tehát ez egy ilyen betekintő dolog csak a dokumentumra. Még egyszer, egyszerűen rákattintasz, akkor egy ilyen félig átlátszó, mert ott mögötte lehet látni, mi van. Tehát egy ilyen majdnem fekete fólián keresztül azért ott látod mögött, hogy mi van, és ezt úgy tudod bezárni, hogy ezt a bezárás gombot nyomod meg. Nem ezt, mert a fogkidőző programból ezt a bezárás gombot nyomod meg. Illetve le tudod tölteni, ugye a letöltés az annyit jelent, ugye a pendrive-hoz hasonlított a pendrive-ról, bemásolod a saját Winchesteredre, vagy hát megadod, hogy hova. Ez felel meg a letöltésnek. Oké? Az, amit az előbb néztünk, az meg az, hogy a pendrive-on nyitod meg. Rendben? Sánt itt a hasonlat, de mégis, hogy így kézzel foghatóbb legyen, azért mondok olyan hasonlatot, ami már előfordult a praxisodban, és akkor tudod hova tenni egy kicsikét a dolgot. Jó, tehát megnézéshez. Kat rá, szerkesztéshez, letöltés. Letölteni pedig úgy tudsz, hogy elindítod a helyi menüjét az adott fájlnak, tehát jobb gombbal rákattintasz. És akkor itt van a letöltés. Azt választod ki. És akkor letöltötte. És ebből a listából kiválaszthatod, hogy akarod, meg akarod nyitni rögtön, és akkor szerkeszthetően adott alkalmazásba, mintha a saját gépeden lenne. Most már ott is van egyébként, ugye adott előre beállított letöltés könyvtárban. Vagy ha kiválasztod megint is mappában, akkor meg fogja nyitni a letöltések mappát, és ott van minden, amit a gépeddel letöltöttél. Oké? Tehát a letöltést hol értük el? Helyi menübe. Szerkesztés, ez, letöltés, helyi menü, azon belül letöltés. Most nézzük meg azt a másik dolgot, amit ígértem, hogy lehet egy időben szerkeszteni is. De ehhez a Google-nak a saját dokumentum formáiban kell lenni a dokumentumnak, tehát vagy a feltöltéskor konvertálod, vagy eleve abban a formátumban hozod létre. Most azért, hogy lássuk, hogy milyen saját formátumok vannak, nézzük meg, hogy tudok létrehozni valamit, jó? Itt van a létrehozás nyomógomb, a bal oldalon. Jó? Tehát a következő témák az lesz, hogy Google dokumentumok létrehozása. Ugye a dokumentumok angolul docs, ezt szokták úgy hívni, hogy Google Docs.
milyen dokumentumokat tudunk létrehozni. Tudunk szöveges dokumentumot létrehozni. Én nem mondom, hogy ugyanazt tudja, mint a Word, de annyit, amennyit az átlag magyar felhasználó a Wordből kihasznál, annyit szokott tudni ez is. Tehát szöveges dokumentum. Word-szerű. Aztán táblázat. Hát ez meg Excelhez hasonlít. Ugye az Excel lesz majd az utolsó modulunk. Na, ahhoz aztán már tényleg nem nagyon szoktuk érteni, pedig szerintem a legesleg szuperebb programok egyike, amit egyáltalán az ember számítógépen használhat. Tehát dokumentum, táblázat, van még a prezentáció, ez a PowerPointhoz hasonló dokumentumot hozna létre. Hasonló dokumentumot hoz létre. Itt is lehetnek szövegek, képek, animáció, áttűnés, mindenféle. Amit múltkor a óra elején, végül is az óra közben is, de az elején leginkább mutatta, amikor ott a tűzszekerek zenéjével elindult, és képek meg szövegek megjelentek. Na, az a PowerPoint. Illetve van még egy űrlap. Ezt az űrlapot szeretném majd külön is megbeszélni veletek. Tudnék, ez egy szenzációs dolog. Biztos, hogy nagyon sok olyan munkahely van, ahol valamilyen minőségbiztosítási rendszert használnak, és ott van olyan is, hogy ügyfél elégedettségi mérés. És azt ki kell töltetni az ügyfelekkel, bedobják névtelenül, meg mit tenni. Na most ezt lehet úgy is, hogy az interneten keresztül töltik ki, mi elkészíthetjük az űrlapot, és ezt fogjuk megnézni, hogy lehet ezt megcsinálni. Jó? Tehát ez valami ilyesmire szolgálna. Ami egyébként a szokásos ilyen teszteknél feladattípusként használható, az itt mind használható. Tehát a feleletválasztásos, a sokból egy, a sokból több, értékelje 1-től 5-ig, stb. Tehát mindenféle variáció. Szöveges válasz, írjon be egy számot, ami úgy egyébként tesztekben szokott lenni, itt mind használható. Jó? És akkor ezen kívül még van egy olyan, hogy kép, de azt úgyse fogjuk használni. Szerintem van még kép is. Rajz, de azt úgyse használjuk. Illetve mappa. Na most a mappát azt ugyanazért fogjuk használni, mint amiért egyébként a Windows-ban is használjuk a mappát, hogy eligazodjunk az adataink között. Ugye, mert 15 GB azért az nagyon nagy tárolóhely, oda több tízezer fájl is elférne, hogyha azt úgy egy helyre nyomnánk, előbb-utóbb nem találnánk semmit, az biztos. De majd mappákba szétválaszthatjuk a dolgokat, úgy tudjuk szétválasztani mappákba, ezt próbaként ezzel kezdjük, jó? Csináljunk először egy mappát, tehát a létrehozást megnyomtuk, rákattintok arra, hogy mappa, adjon neki nevet, a mai dátum legyen a neve, jó? Hozzuk létre, és akkor ugye van egy mappánk már,
Hát nekem már több mappám van. Van egy Windows XP, egy havi elszámolás, egy Eva, egy 2014-0-4-15. Ezt csináltam ma. Most. Ugye nektek is van ez. És hogyha te valamit bele akarsz rakni egy mappába, akkor csak annyi a dolgod, hogy szerintem drag and drop módszerrel is működik. Jó, én is. Jó, oké, persze. Ezt ez nem az előadás szimbolájára betudható távozás, vagy legalábbis remélem. Szerintem drag and drop módszerrel is működik, tehát ha én megfogom és belegyom. Sziasztok! Sziasztok! Jövő héten kedden lesz, ugye nem? Igen, igen. Sziasztok! Nincs szünet! Sziasztok! Újabb csoport! Jó, tehát megfogod és belehúzod, úgy is működik, ugye ez a legegyszerűbb. Tehát amit a Windows-ban is esetleg használtunk és megszoktunk. A másik lehetőség meg az, hogy jobb gombbal rákattintasz. Áthelyezés, csak mit helyezzek át, azon gondolkodok. Igen, az elpasszós képet, mondjuk jobb klik, és akkor áthelyezés, és kiválasztom, hogy hova. Ugye ebbe a maiba, áthelyezés, és kész. Jó? Tehát így tudok mappába átrakni. Összejött mindenkinek? Szerintem már összejött, csak ugye már ebben van benne. Megfogod, és szépen áthúzod ide. Rosszul húztam. Vagy nem tudom. Jó? Oké? De a másikban is ott marad, meg akkor is benne lesz. Nincs ott. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ott van, de ha frissíted, akkor eltűnik. Tehát kicsikét van félrevezető. Ő automatikusan egy bizonyos idő után frissít. Egyébként meg F5 funkció billentyűvel tudsz frissíteni például. Jó, tehát én még ideírnám azt is, hogy mappa, mert ez fontos. Jó, tehát tudunk mappát is készíteni. No, és akkor most azt szeretném én eljátszani, hogy... Nekem még mindig ott van. Frissítetted is? Akkor váltsad a mappákat, és akkor mikor visszamész, akkor majd már biztos, hogy frissít. Jó, itt kattints erre. Hát mondjuk arra is, hogy veled megosztod. Jó, és akkor a My Drive-ra, ha fölmész ott már. Mi van ott? Az a mappa, hát ebbe raktad bele? A mappa az ott lesz, azt ne bárt, hogy eltűnik. Akkor jó? Jó, na, akkor azt szeretném megmutatni, hogy én most létrehozok egy dokumentumot. Jó, tehát csak figyelje most. Létrehozás. Dokumentum. Elindul egy szövegszerkesztő. Ez jobban hasonlít az Office-nak a korábbi verziójára, a 2003-asra. Tehát itt menük vannak. Szerkesztés, nézet, beszúrás, formázás. Tehát ez nagyon olyan, mint a régi Word volt, a 2003-as, aki dolgozott benne. Ugye ez ahhoz hasonlít.
Ez akkor is a rendelkezésed rá, hogyha azon a számítógépen nincs semmilyen szövegszerkesztő, csak egy böngésző program. Belépsz a fiókodba, elindítod és kész. Tehát olyan, hogy nincs szövegszerkesztő, nem tudok dolgozni, innét kezdve nincs. Mert minden gépen, böngésző az minden gépen van. Internet Explorer az nem jó, az nem támogatja, de Google Chrome az igen. Google Chrome-ot meg 2 perc alatt le lehet tölteni, múltkor töltötted le és telepítetted, 2 percnél nem tartott tovább szerintem, ugye? Tehát pikfak megvan. És akkor ezzel létre tudod hozni a dokumentumot. Jó, és most pillanatnyilag még névtelen a neve, át fogom nevezni, csak figyeljetek, jó? Ágival ezen dolgozom. Néven ezt létrehozom. Jó? Jó, odaírtam az Áginak, hogy ide írjon valamit, ide meg majd én írok. Jó. Megosztom az Ágival, egyelőre privát, csak én használhatom. Egyelőre privát. Tehát rákattintok ide, hogy megosztás. Hogy vagy bejelentkezve, most milyen felhasználó? PC Suli 002. Jó. PC Suli 002. gmail.com, küldés, kész, jó, légy szíves a velem megosztottakba, ott van ez a Ágival ezen dolgozunk nevű fájl, nyisd meg, kattintsál rá, ugye mivel ez egy saját formátum, nem csak belepislantasz, hanem rögtön szerkez, na és akkor odaírjál légy szíves Ági, kattints oda, oda kattints oda, és írjál valamit. De csak írjál. Látjátok? Szuper, nem? Nem tudom, kinek volt már arra szüksége, hogy valakivel úgy együtt kellett volna dolgozni, és akkor hirtelen hozzuk össze. Az egy örület volt, hogy el kellett... Ugye? Tehát... Értitek? Tehát most itt volt, meg az enyém is itt volt, de Ági lehetett volna akárhol is, New Yorkba vagy hol, nem tudom, hol szerettél volna lenni, mindegy, bárhol. Az teljesen jó. Teljesen mindegy, bárhol lesz. Elröpítünk le. Félelmetes, nem? Félelmetes a dolog, és így tényleg együtt tudsz dolgozni valakire. Nincs az, hogy most vársz rá, hogy írja már oda, és küldje vissza, mert addig én nem tudok dolgozni. Ami az enyém, azt én csinálom, ami az övé, azt ő csinálja, és kész. Jó? Így könnyű. Többen dolgoznak rajta. Akárhányan, tehát meg lehet osztani több felé is. Tehát, ha te is akarsz dolgozni, dolgozzál te is. Dolgozzál, jó? Te vagy a PC Suli 03? Igen. Ezt csak te tudod megosztani, vagy én is meg tudnám, ha te osztani? Attól függ, hogy milyen jogosultságú, bár szerintem megosztani csak én tudom, mint tulajdonos. De az is lehet, hogy nem szerkeszthetiként osztom meg, hanem csak nézheti, akkor látod, ahogy mi írunk, és csak nézheted, de beírni nem tudsz. És az a megjegyzés, vagy nem tudom, hogy csodál. Azt még nem használtam, megmondom őszintén. Gondolom az valami olyasmi, hogy ilyen korrektúrához hasonló dolgokat írhat hozzá, mint amit a, hát azt csinál, most írtad a szakdolgozatodat, úgyhogy tudod mi az, hogy korrektúrázás. Úgy javították, nem? A konzulens tanár korrektúrázta, nem? Vagy hogy csináltad? Nem, úgy javította, de
Hát mert úgy kellett volna. Igen, de az borzasztó idegesítő, tehát én azt még nem tudom használni. Az nagyon rossz. Bár jól látszik, de... Majd lehet, hogy azért egy pillanat erejéig abba is belenézünk, bár azt a haladó tanfolyamon szoktam elmondani, mert biztos, hogy ti is jártatok már úgy, aki marha intenzíven használja ezeket a programokat, majdnem biztos járt úgy, hogy ilyen mindenféle színes szövegek áthúzva meg beszúrva, és nem tud eltüntetni. Na, az volt a korrektúra, és azt ki lehetne kapcsolni, meg mit tudom. Ez különösen olyankor szokott lenni, mikor ilyen pályázati anyagokhoz a dokumentációt letöltöd, ugye, mert ott többen dolgoztak együtt rajta, és elfelejtették a korrektúrát kikapcsolni a végén, és hogyha nem értesz hozzá, akkor te se tudod kikapcsolni, és akkor látod, hogy ott miket javítottak korábban azok, akik belenyúltak a dokumentumba. Na, akkor megosztom veled. Hogy hol kell keresned, az világos, ugye? Nem biztos. Vele megosztottakban. Arra rákattintasz. Jó. És azt is lehet látni, ugye, hogy ki milyen néven ír. Most azért látja mindenki a PC-sulit, mert ugye mindegyiknek a PC-suli az alias neve. Tehát a PC-suli 001-nek is, meg a 002-nek is. De hogyha más lenne a nevük, akkor látnánk, hogy ki írja. Ez van. Pedig itt a lehetőség, ugye? Jó. Értjük, hogy ez mire és hogyan használható? Na most én nem mondom, hogy mindenkinek ez kell, de akinek kell, ez akkora segítség, hogy ez félelmetes. Jó? Tehát van egy csomó olyan szolgáltatása már a számítógépeknek, amik a munkánkat annyira megkönnyítik, hogy az félelmetes, csak éppen a többség nem ismeri. És a kőkorszaki eszközökkel dolgoz az űrhajós korszakban. Tehát nem CNC-vel, hanem baltával dolgozunk, vagy nem tudom milyen hasonlatot mondja. Jó? Tehát ilyen nagyon, nagyon, nagyon régi, ősi eszközökkel. Na most ezek viszont olyanok, hogy ezt a kollégától te meg nem tanulod a szétszentség, mert a kollégát se tudja. Jó? Na, következő alkalommal folytatjuk, jó? Mert oda kéne a concertóra majd élni. Mert tök jó, hogy ilyen közel van hozzánk a Richter terem. Ki kéne jelentkezni, jó? Ki kéne jelentkezni? Bezárult sincs nagy baj, mert hát ez ugye a PC-sulinak a fiókja, tehát hogy mondjam, nagy kárt nem teszem. Előbb